Általány a dúzás, ez olvasható a kivetítővászon a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Erről az adózási formáról tartottak online fórumot hétfőn. Mint ismerte, a kataszabályok változása miatt sokan kiestek ebből a lehetőségből. Így más formában kell eleget tenniük adózási kötelezettségüknek. Az általányadó az egyik lehetséges forma. Az okleveles könyvvizsgáló azt mondja, a korábbi fix összeg helyett havonta kell kiszámolni a fizetendő összeg. Ez az elektronikus útra kötelezett hatásoknak. Általányadós leszek, vagy vállalkozói személyével, nem adó szerint adózok, akkor az adófizetési kötelezettségemet havi rendszerességgel kell nekem adminisztrálni az adóhatóság felé, különböző bevallások formájában azoknak megvannak azok a részletszabályai, hogy adott árbevétel esetén mennyi adót kell fizetnem. Tehát a legnagyobb eltérés, és azt tapasztaljuk itt a vállalkozóktól való visszajelzések alapján, hogy a legnagyobb problémát és bizonytalanságot az, hogy nem tudnak tervezni, nem tudják pontosan, hogy mennyi az adó, amit meg kell fizetni. Ez nem annyira bonyolult, egész egyszerűen ennek a metodikáját meg kell érteni, és a rendezvényes hivatott segíteni. Az SZIA és az általányadó mértéke a bevétel összegétől függ. Ezt veszik figyelembe havonta, ezért változhat a kötelezettség mértéke. Egy hónap január 1-e és 30-31-e között tart. Ugye elvégzünk egy szolgáltatást, arról kiállítunk egy számlát, ennek a számlának van egy fizetési határideje, van egy számla keltése, számla teljesítési dátuma. Itt ugye az a fontos, hogy ennél az általányadónál, illetve a személyjövedelemadónál havi pénzforgalom szerint fogjuk nézni itt az adófizetési kötelezettséget, tehát hogyha hónapban kiállított számla be is folyik, akkor arról adunk adatszolgáltatást, és azt szerint állapítjuk meg az adófizetési kötelezettséget. Ha viszont csak a következő hónapban jön meg a pénz, akkor abban az időszakban kerül beszámításra. Fontos, hogy aki most kilép a katából, annak záró bevallást kell tennie. Ezt szeptember 30-áig kell teljesíteniük. A helyi iparkamara adófórumát online is elérhetővé tették. Az eseményre mintegy 50-en voltak kíváncsiak.